Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Valaki azt kérdezte tőlem, hogy létezette a tíz parancsolat a sinai hegyi törvényadás előtt. Ha röviden és egy mondatban szeretnék válaszolni erre a kérdésre, akkor azt kell mondanom, hogy abban a formában, ahogy ma ismerjük a tíz parancsolatot, vagy a héberek szóhasználata szerint a 10 igét, nem ismerjük sehol korábban a Bibliában, nem találjuk meg korábban a Bibliában, és ebből adódóan arra következtethetünk, hogy feltehetően nem is létezett ilyen formában. Összesen két bibliai hely van, ahol a tíz parancsolatot megtaláljuk. Mózes második könyve 20. fejezete, a sínai hegyi törvényadás, és az ötödik könyv 5. fejezete, ahol Mózes búcsú beszédeiben elismétli e, még egyszer ezeket az igéket az akkori körülményekre és viszonyokra vonatkozóan. A kérdés azonban e, nem is az, hogy létezett-e e, a a tíz parancsolat, mint olyan, hanem az a kérdés, hogy milyen következtetéseket vonunk le abból a tényből, hogy Isten a tíz parancsolatot a Sínai-hegyen nyilatkoztatta ki Izrael népe számára. Nem véletlenül történt ez így. A tíz parancsolatot nem szabad izoláltan szemlélnünk önmagában, hanem az egész keretében kell ezeket a parancsolatokat vizsgálnunk. Tudni a sinai hegyen Isten kiszabadított népével szövetséget kötött. És a tíz parancsolat ennek a szövetségnek az alapokmánya. Ezekről a szövetségkötésekről azt tudjuk, hogy formailag a Tisztparancsolat is, és a szövetségkötés, amit Isten a inai egyen kötött, alkalmazkodott az ókori vazallusi szerződésekhez, amikor egy erősebb nemzet leigázott egy gyengébet, és a szerződési feltételeket diktálta a vazallus uralkodónak. Tehát így néz ki formailag. A különbség azonban az, hogy amíg Isten nem leigázta, hanem kiszabadította az ő népét, ahogy a preambulumban olvassuk, én az Úr vagyok, a Te Istened, aki kiszabadítottalak téged Egyiptom földéről, a szolgaság házából. Így módon ez a szabadítás, ez a megváltás az egész szövetség kötésnek az alapja. Egyébként nem ez az egyetlen szövetség, amit Isten kötött az emberekkel. Már az Édenben volt egy szövetség. Isten azt mondta az embernek, hogyha örökké akarsz élni, kerüld el a jó és gonosz tudásának a fáját. Tehát volt egy szövetség, és volt egy alapokmány. Ez még nem tíz parancsolat, de már egy bizonyos feltétel rendszer. Amikor az ember vétkezett, akkor Isten ismét kötött egy kegyelmi szövetséget az emberrel, Amiben ígéretet adott neki két dologról. Arról, hogy ad neki lelkiismeretet, hogy felismeri a bűnt, és hogy gondoskodik megváltóról, hogy az ember visszataláljon abba a közösségbe, amiből a bűn kiszakította őt. Ha megnézzük Noé, Ábrahám történetét, és így tovább, látjuk azt, hogy a szövetségnek mindig ugyanaz volt a szerkezete. Isten ígért valamit, Isten cserében várt valamit, és a, be, a várt dolgok teljesülés esetén áldásokat ígért, azoknak a nem teljesülés esetén átkot ígért. Izrael fiai sajnos folyamatosan megtörték a szövetséget, ezért a babiloni fogság előtt Jeremiás profitán keresztül Isten egy ígéretet tett, hogy ezeknek a ennek a szövetségnek az alapokmányát, az ő törvényét az emberek szívébe írja. Így módon ő maga gondoskodik arról az ő kegyelmi ajándéka nyomán, hogy az ember ne csak külső olvasmányokból, vagy tanításokból, hanem egy belső befogadásból adódóan is, isteni vezetésből adódóan is tudjon engedelmeskedni Isten törvényének. A zsidókhoz írott levélben azt olvassuk, amikor utal erre az ézsaiási ígére, hogy ez az ígéret, ez tulajdonképpen Jézus Krisztusban valósult meg. Jézus megváltói és főpapi szolgálata nyomán valósult meg. Ha most ebben a keretben gondolkodunk, akkor azt kell látnunk, hogy a tíz parancsolat nem Izraelnek adatott, hanem Izraelnek azért adatott, mert Isten rajtuk keresztül akart az egész emberi családot megajándékozni ezekkel a jó parancsolatokkal és ezekkel a jó törvényekkel. A keresztények egyébként megértették ezt, és tiszteletben tartották ezt. Gondoljuk végig, hogy bár a tiszt parancsolatot különbözőképpen értelmezik különböző egyházak, de minden keresztény felekezetben a keresztény hitoktatásnak három alapokmánya van, a tíz parancsolat, a mi és az apostoli hitvallás. Tehát a tíz parancsolat jelen van a keresztény embereknek az életében, mint egy örök isteni törvény, Isten jellemének és Isten tulajdonságainak a kinyilatkoztatása. Ahogy említettem, természetesen különböző egyházak különbözőképpen értelmezik a tíz parancsolatot. Én a magam részéről nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy a hetednapi adventista egyházhoz tartozhatom, hiszen ez az egyház elkötelezte magát, amellett, hogy emberi változtatások nélkül, úgy fogadja el a tisztparancsolatot, ahogy az Isten kinyilatkoztatta, és ahogy az Isten a közte és közöttünk való szövetségnek az alapokmányává tette. És valóban hiszünk abban, hogy Isten kegyelme által, hogyha hűségesen, elgedelmesen elkötelezzük magunkat, és a Szentlélek erejével engedelmeskedünk ezeknek a törvényeknek, akkor ezek már itt a földi életben is áldást jelentenek a mi számunkra, és az örök élet számára is felkészítenek bennünket, nem ezek miatt, mint érdemek miatt fogjuk megkapni az örök életet, hiszen az Jézus szerezte meg a mi számunkra, de alkalmassá válunk az Istennel való szövetségre és az Istennel való kapcsolatra. Ezért, bár a tíz parancsolat szövegszerűen nem létezett korábban, de mégis úgy érezzük, hogy ezek olyan örök isteni alapelvek, amelyek Isten jelleméből és Isten természetéből fakadnak, és ezért áldásunkra válnak, ha engedelmeskedünk azoknak.